Nagy tisztelettel köszöntöm Balaton Szentgyörgyi község önkormányzatának képviselőtestületét. Az ülésen megjelent képviselőtársaimat, Hajas Ferenc urat, a helyi választási bizottság elnökét. Megállapítom, hogy az alakuló ülés határozatképes, mert a megválasztott polgármester és a hat képviselő mindannyian heten nem vannak. Bejelentem, hogy az előzetes egyeztetések alapján az egyes tisztségek választásával kapcsolatos napirendek tekintetében jelöltek zárt ülés tartását nem kérték, tehát nyilvános ülés keretében kerül az utolsó sor. Az ülést megnyitom. Felkérem Hajas Ferenc urat, hogy a képviselők esküdételét olvassa elő, és felkérem a képviselőket, hogy álljanak fel az esküdétel. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz, és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartom. Képviselő testületében, tisztségemből, eredő feladataimat, a Balaton-Szentgyörgy település fejlődésének előmozdítása érdekében, lelkiismeretesen teljesítem tisztségemet a magyar nemzet javára, gyakorlom. Istenem, minden segítség. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartom. Polgármesteri tisztségemből, eredő feladataimat, a Balaton-Szentgyörgy település fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segélje. Köszönöm szépen.
ha megengedik, ezután az ünnepi taktus után már bőven folytatnám, mert elég sok tennivalónk van. A kiküldött meghívóban szereplő napirendi javaslatokat képviselőtestületről már ott kapta, látták. Ha valakinek más napirendre van javaslata, akkor kérem azt tegye meg. Észrevétel javaslat nincs. Köszönöm. Akkor tovább lépünk és akkor kérem, hogy a napirend, az előterjesztett napirendi listát, aki elfogadja, azt tegye fel a kezét. Az első napirendi pont a helyi választási bizottság elnökének tájékoztatva a helyi önkormányzati választások eredményeiről. Felkérem a elnökséget, hogy tartsa meg a beszámolóját. Először szeretném ismertetni a polgármester választás eredményeit. Három polgármester jelölt indult a választáson. Lipis Győző független jelölt, 103 szavazatot, Farkas László Nándor Fidesz KDNP 380 szavazatot, és Farkas László független 338 szavazatot kapott. A választás eredményes volt, polgármesterünk Farkas László Nándor Fidesz. Gratulálok! Pedig a képviselő testület eredményt szeretném ismertetni. 16 képviselő jelölt indult a választáson. Dr. Darabon Ferenc független jelölt 248 szavazatot, Rokásnyi Lengyel Valéria független 371 szavazatot, Mózner Ferenc János 321 szavazatot kapott, Balázs Bálint Gyurbi 220. Bálint Balázs Jóvikos 206 szavazatot kapott, Farkas László független 259 szavazatot, Nagy Lajos független jelölt 372 szavazatot kapott, Fazekas Imre független 234 szavazatot, Molnár Mér Horváth Gyöngyi 350, Tüskés Balázs független 301 szavazatot, Ángyal Attilányi független jelölt 342 szavazatot kapott, Kánya Ferenc független 117 szavazatot kapott, Magyar Márk László független 76 szavazatot kapott, Hetényi Tamás Péter Fidesz KDNP 370 szavazatot kapott, Farkas József MSZP 192 szavazatot kapott, Navracsics Endre független jelölt 246, és Kereskai Melinda független jelölt 235 szavazatot kapott. A választás eredményes volt, a képviselő testületben 6 fő indult be, ez egy Tokásnyi Lengyel Valéria, Mózner Ferenc János, Nagy Lajos, Molnárné Horváth Gyöngyi, Ángyal Attilányi és Hetényi Tamás Péter. Köszönöm a tájékoztatót. A képviselőtestülethez fordulok. Az előterjesztést, illetve a beszámolót el kell, hogy fogadjuk. A szavazásban a képviselőket felkérem, hogy amennyiben a beszámolók teljes készében elfogadják, úgy kérem, szavazzanak. Megállapítom, hogy a beszámolót a képviselőtestület egyhangúval elfogadta.
Következő napirendi pontunk a polgármesteri ciklusra vonatkozó elképzelések ismertetése, meg a voltája. Én vagyok. Ha megengedik, egy kicsit puskázom, nehogy valami kimaradjon azokból a gondolatokból, amit annak följegyeztem. És majd ehhez még lesz néhány hozzáfűzni, ahol röviden. Először is szeretném köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik 2014. október 12-én a választásokra elmentek, és vélemény nyilvánítottak a település további jövőjéről, a település vezetésének a összeállításáról. Külön megköszönöm azoknak a támogatását, akik a jelen képviselőtestületben helyet foglaló képviselő hölgyek és urak szavaztak és a bizalmukba fogadták őket. Ez a bizalom, ez garanciát fog jelenteni, úgy gondolom, a településnek a jövőbe egy gyümölcsöző együttműködéshez. Nyilván, hogy első és legfontosabb a belső harmónia megteremtése, mert a belső harmóniában majd az együttműködés apró gátjai is elhárulnak. A megye, a kormány, illetve a felsőbb szerveknek a vezetése is kulcskérdés lesz a jövőben, hogy a támogatásukat az elképzeléseinkhez megnyerünk. Én igyekezni fogok, hogy az elképzeléseinkhez, illetve a finanszírozhatóságához ezeket a lehetőségeket mind föltárjuk, kihasználjuk. Adott a bizalom, és úgy gondolom, hogy a szakutatók együttműködés szándéka mindenkivel megérett. Minden elképzelésnél fontos, minden fejlesztési elképzelésnél az, hogy a falunknak a népesség megtartó szerepét, képességét meg tudjuk hosszú távon őrizni, és ezt meg is erősítsük. Itt a közintézményeinknek a teljesítménye is fontos, de látni fogjuk majd, hogy az óvodától a felsőoktatási intézményig, illetve majd az első munkahelyet kereső felnőtté váló fiatalokig mennyi minden szükséges ahhoz, hogy az ember kötődjön a településéhez. Én mindenképpen fontosnak tartom azt, hogy az eddig megkezdett támogatási formákat egyre inkább kiszélesítsük. Én abban nagyon fontos és nagyon nagy lehetőséget látok, hogy a felsőfokú tanulmányokat befejező fiataljaink részére valamilyen lehetőséget teremtsünk ahhoz, hogy jobban kötődjenek a településhez. Nyilván, hogy a helyi munkaerő utánpótlást elsősorban majd a későbbiekben is a helyi munkaerőből, illetve a helyi végzettekből kívánjuk megvalósítani. Itt csak egy mondatot szeretnék konkrétunként megjegyezni. Tankönyv támogatás eddig az általános iskolás tanulók részére állt rendelkezésre. Ezt megvizsgáljuk a jövőben, hogy ki tudjuk-e terjeszteni középiskolásokra, mert ott is elég komoly összegű tankönyv költségek jelentkeznek. Égető probléma az, hogy a településen is, illetve a környező településeken is elég jelentős, képzetlen munkaerő van, aminek a foglalkoztatása jelenleg zömében a közmunkaprogramban történik. Én igyekezni fogok abba, hogy a megfelelő partnereket és támogatást találjunk, akár a mezőgazdasági vállalkozásokban, egyéb vállalkozásokban, hogy olyan munkaintenzív feladatokat tudjunk ide telepíteni, amivel
ezeket a alacsonyabban képzett munkaerőket hatékonyan tudjuk foglalkoztatni. Keresünk el majd azokkal a munkaadói csoportokkal a kapcsolatokat, amelyek alkalmasak ennek a munkaerőfeleslegnek a hatékony foglalkoztatására. Számos érdemi lépést kell tennünk majd a általános utcakép, az általános faluképp javítására bizonyos területeken. Egyáltalán nem szeretném azt mondani, hogy elviselhetetlen alkotók uralkodnak, ahol már ez így nem igaz. Van néhány hely, ahol bizony urrá kell lennünk bizonyos problémát. Nagyon fontos feladat a község úthálózatának a felújítása. Nem kívánnék én ezzel kapcsolatosan sem visszafelé, sem előremutatóan nagy dolgokat, nagy megjegyzéseket tenni, hiszen mindannyian tudjuk, hogy óriási pénzről van szó. Ezt a falu önerejéből nem tudja megvalósítani, ehhez mindenképpen majd állami segítségre lesz szükség. Úgy gondolom, hogy az állam pillanatilag a gyorsforgalmi úthálózatokat, autópályákat, fejlesztés, majd az ott felszabaduló építőkapacitást fogja megfelelő anyagi erőforrásokkal a települések rendelkezésére bocsátani, akkor amit ezek a nagyberuházások elkészülnek, hogy az alacsonyabb rendű útvonalak, külterületi utak is, meg a települési belterületi hálózat is felújításra, bővítésre, korszerűítésre kerüljön. Fontos dolognak tartom, hogy az idősödő korosztály részére természetesen méltányos feltételek mellett és a teljes partnerség egyébe javítani tudjunk a házi segítségnyújtás keretében elvégezhető szolgáltatásokon. Sok idős faluvelinek, sok lakótársunknak problémát okoz már az, hogy a telkét, a telke előtti árokrészt gondozza. Ebbe megkeressük azokat a lehetőségeket, ami a kölcsönösség jegyébe a probléma megoldásához vezet. Ugyancsak az ő biztonságuk érdekében itt is megkívánjuk honosítani az elektronikus segélyhívó készülékrendszert. Nagyon sok településen ezzel kapcsolatosan komoly pozitív tapasztalatok vannak. Nálunk tudomásom szerint nincs ilyen, még egyéni kezdeményezésre sem hallottam róla. Van már egyéni? A közterületeink és a lakókörzetek közé is vagyok biztonságának javítása érdekében, hogy a rendszer készítése nagyon fontos feladatként használom meg. Itt a papíromon is vastag betűvel írtam. Ez egy kiemelkedően fontos feladat az elkövetkező időszakra, hogy a környező településekhez hasonlóan ezt a rendszert kiépítsük, és azért a saját biztonságunkat vegyük a saját kezünkbe. Óriási visszatartó erej van ezeknek a rendszereknek. Balatonparti komoly bűnöző vagy bűnözési múltal rendelkező településeken szignifikánsan esett vissza a bűnözés. Olyan visszatartó ereje van ennek a rendszernek. A céljaim között már a programunkban is meghirdettük, hogy egy nagyobb kapacitású busz, legalább 20 személyes autóbuszt szeretnénk beszerezni az elkövetkező időszakban. A elképzelés nem csupán rongálási célú, bizonyára lesznek, akik majd azt mondják, hogy szükségtelen. Én viszont azt mondom, hogy ennek az eszköznek a többszínű felhasználása mind a kulturális, mind a sport, mind a közéleti vagy egyesületi tevékenységbe hasznosítható, akár az egészségügyi és a nemzetközi egészségügyi vizsgálatokra történő szállításnál, vagy a meglévő és virágzó nemzetközi kapcsolataink során, amikor esetleg egy nagyobb létszámú delegációval kell elutazni testvértelepüléseinkre, ez az eszköz bizonyára nagyon jó szolgálatot lehet a településünknek.
a szociális segélyezésben a rászorultság elvét, mint vezérfonalat jelöltem meg. Nyilván, hogy az eddigiek során is ezeket a célkitűzéseket megfogalmaztuk magunknak. Én úgy gondolom, hogy a szociális helyzetről, a község szociális, tehát a lakosság szociális helyzetéről, a Marika részéről átfogó és szinte teljes képet kaptunk a korábbiakban. Tudva lévő, hogy ő most már a munkaviszonya megszűnőben van, ő nyugdíjba fog vonulni. Viszont senki ne vegye majd zaklatásnak, reméljük, hogy nem is fogjuk majd zaklatásnak, vagy zaklatásként nem fog tűnni. Szeretnénk majd egy átfogó szociális felmérést végezni a község lakói között, természetesen önkéntes alapon, aki abból lesz majd a körülményeiről, egyéb szempontokról nekünk adatokat szolgáltatni, nyilatkozni, segítségünkre lenni, nagy mértékben megkönnyíti majd a szociális területen az elképzeléseink megvalósítását. Halaszthatatlan problémaként jelöltük meg a község belvizelvezető rendszerének a felülvizsgálatát. Természetesen itt is a pozitívum és a negatívum együtt van jelen, mert vannak olyan elvezető rendszerek, amelyek kiváló állapotban vannak, és van néhány olyan hely, ahol hamaros és sürgős komoly beavatkozásokra van szükség. Ezen a területen vannak olyan elképzeléseim, hogy a szociális segítségre szorulók, akik egyébként munkaképesek, itt bizonyos határok között egy jövedelemszerzési lehetőségként bekívánjuk majd vonni ezekbe a munkákba őket. Természetesen ott a saját erőnknek a korlátaink belül. Ugyancsak elképzeléseink között szerepel, hogy olyan kisebb volumenű karbantartási munkák, amelyek nem igényelnek vállalkozói tevékenységet, illetve komoly hátterű műszaki vállalkozásoknak a jelenlétét, ott olyan eszközöket szeretnénk majd beszerezni, amelyekkel hatékonyan el tudjuk végezni ezeket a feladatokat. Itt például ilyen dologra gondolok, hogy akut kártyúzási problémát, amikor egy négyzetméter területet egy utcában hirtelen nyilván le kell aszfaltozni, ennek a kivitelezése nem igényel egy nagy kapacitású vállalkozásnak a kivonulását, hanem ezt helyre tudjuk saját erővel is állítani. Reméljük, hogy erre majd az eszközöket idővel meg tudjuk szerezni. Ugyancsak ilyenek a kisebb földmunkák, amiket gépesíteni tudnánk, hogyha pályázati eszközökkel tudunk beszerezni ehhez megfelelő eszközöket, akkor megkönnyíthetjük és hatékonyabbá tehetjük ezeket a folyamatokat. Megjelöltem itt egy fontos kérdést, amely, ahogy járunk a faluba, számtalan helyen találkozunk a múlt századból, vagy talán még a 19. századból felállított kőkeresztekkel. Ezeket a kőkereszteket szeret, mint kulturális örökséget és mint vallási jelképeket is a község értékeiként mindenképpen szorgalmazni fogjuk és keressük a lehetőséget a felújításukra, hiszen pótolhatatlan kultúrértékeket jelentenek nekünk. Településünk kedvező közlekedési csomópont, és így ezt az elhelyezkedést kihasználva megfontolásra érdemes gondolatként helyeztem el itt a programtervezetembe, hogy bizonyos
kiskereskedői hovivásárok megrendezésére segítséget ötletett helyet keresünk, várunk. Én úgy gondolom, hogy a régebbi szép emlékek, amik ezzel kapcsolatosan vannak bennünk, ezeket jó lenne föléleszteni, bár Balaton-Szentgyörgyön tudomásom szerint ilyen jellegű vásár talán a háború előtt volt, de a mai világban is lehetséges módon lenne erre igény. A kultúrára áttérve, bizonyára tudják, és nem kívánom itt különösebben dicsérni a tánccsoportnak a teljesítményét, hiszen mindannyian ismerjük. Az a hagyományőrző és közösségépítő tevékenység, amit ők kifejtenek, az példaértékű. Itt és most a képviselőtestület, bizonyom, hogy a képviselőtestület teljes támogatásával ígérem, hogy a tánccsoportot, és nem csak a tánccsoportot, természetesen, de most úrról beszélek elsősorban, a sikeres működésükön szükséges anyagi és infrastruktúrális támogatásokat biztosítani kívánjuk a jövőben. A sporttal kapcsolatosan nyilván sok termő mellett egy konkrét megfogalmazás, illetve egy konkrét gondolat megfogalmazódott bennem. A futballpályán jelenleg is van egy lelátó, de én a jelenlegi sikereken fölpusztulva én szorgalmazni fogom azt, hogy a pályának az egyik oldalára egy legalább 200 fős fedett lelátó, egy ilyen emelt szintű lelátónak a megvalósítását tűzzük ki célul. A jelenleg folyamatban lévő ügyeket nagyjából mindenki ismeri. A legfontosabb, ami majd a későbbiek során is szóba fog kerülni, csak említem, hogy ugye a vasútállomásnak a felújítása az várhatóan január környékén, januárban, a közbeszerzési pályára lezárultától függően meg fog indulni. Nagyságrendileg 400 millió forintos beruházásról van szó, de ehhez a beruházáshoz kapcsolódó projektként még kapcsolódik három beruházás, ami az utas tájékoztató rendszer bővítéséről szól. Az állomás épület környékének az akadálymentesítéséről, és a P-buszer parkolók kialakításáról, meg megfelelő színvonalú busz megálló kialakításáról is szól. Úgyhogy ezekkel együttes értéke hozzávetőlegesen az 500 millió forintot fogja elérni. Ennek a megvalósulása természetesen már az előző ciklus alatt igyekeztünk minden eszközzel elősegíteni. Kicsit oldódás volt, mert a tervezés során is adódtak előre nem várt körülmények. Az épületnek bizonyos eredeti terveit nem tudták először fellelni sehol, és aztán valahol mégiscsak előkerültek. Korabeli fényképek alapján akartak dolgozni, de aztán ez nem csak ez lett a terveknek a forrása, hanem találtak eredeti dolgokat is. Kapcsolódóan a 76-os gyorsforgalmi út településünket elkerülő szakaszának előkészítése, illetve hát most már a meglévő építési engedélyeknek a folyamatos hosszabbítása történik. Most a napokban például a fenékpusztai szakasznak lesz egy tárgyalása, de nyilvánvalóan tudják mindannyian, hogy itt már kéztervek vannak a Balaton-Szentgyörgy és a Balaton-Szentgyörgy Téglagyár és Pattyánpuszta között elhaladó gyorsforgalmi útnak a kivitelezésére is. Nyilván, hogy az Európai Uniós támogatásoknak a folyósításától függően, meg az építő kapacitásnak a rendelkezésre állásától függően tudja majd a
az ezért felelős felső közlekedési szerte ezeket az építkezéseket ütemezni. Mielőtt ide indultam, konkrétumot szerettem volna megtudni, mert már napokkal ezelőtt kaptam ígéretet, még nem kaptam meg a pontos időpontot. Ezzel együtt tudva lévő, hogy a Berzsény utca átmenő forgalmat szeretnénk ugye, csökkenteni ezzel az átmenő úttal, viszont az átmenő forgalom elég rendesen tönkre tette az útnak a burkolatát. Több mint 90 millió forintos felújítással valamikor meg fog kezdődni az úttestnek a felújítása a belterületi szakaszon. Viczma Mihály országgyűlési képviselő, aki korábban a Somogy megyei közutak állapotáért és felújításért felelős kormánybiztosként dolgozott. Ő tőle vártam a választ, de sajnos aki ő neki választott volna adni a pontos időpontra, az nem vette fel a telefont, ezért elnézést kérek, hogy még mindig nem tudunk konkrétummal szolgálni. Szintén pályázat alatt, benyújtott pályázat van az orvosi rendelő korszerűsítésére és bővítésére. Várjuk a pályázat elbírálásával kapcsolatos döntést. És itt lezárásképpen egy célterületet szeretnék megjelölni, ami mindenképpen fontos lenne. Én úgy gondolom, hogy a kerékpár utak hálózatának a bővítésére a pályázati lehetőségek nem fognak lezárulni továbbra is. Biztosít a közlekedési kormányzat erre megfelelő anyagi erőforrásokat. Szándékaink szerint Balatonberényt mindenképpen a Misáút térségében össze kell kötnünk a Balatonparti kerékpár úttal, és szeretnénk a rendszerünket, illetve a Kulyacsárdánál pillanatilag véget érő kerékpárunknak a folytatását keresztül a községen is, valahogy Pattyánpuszta felé, az Őrsi-Bertét út és Pattyánpuszta település rész irányába meghosszabbítani. Ezek az elképzelések, ezek úgy gondolom, hogy kellő feladatot, kellő munkát biztosítanak nekünk. Most már csak a kormányt és a megyét kell, meg a kormányzatot, szerveket kell meggyőzni arról, hogy mindenre adjanak pénzt, és akkor mi állunk elébe, hogy ezeket megvalósíthassuk. Köszönöm szépen ezt a... Még ennek különjön szó. A szervezeti elképzeléseimmel kapcsolatosan én szeretnék elmondani, hogy a képviselőtestületben a bizottság után egy kicsit szeretnél úgy felélénkíteni. Elsősorban, tehát a szociális bizottság az eddig is komoly munkát végzett, annak arra a munkára a továbbiakban is szükség lesz. Én a kulturális és sportbizottság munkáját szeretném egy kicsit előtérbe helyezni, és ezt a bizottságot megerősíteni olyan apropóból, hogy minden olyan területen, ahol eddig szükség lett volna dolgos kézre, de talán ennek a bizottságnak a kevésbé hatékony működése miatt néha éreztük a hiányát, ezt most elkerülhessük, ezért megfelelő létszámú és megfelelően fölkészült személyekkel szeretnénk ezt a bizottságot újra hatékonyan működtetni. A település intézményhálózatáról különösebben nem kívánok semmi részletekbe menő tervezetet előterjeszteni. Tudva lévő, hogy mely intézmények azok, amelyek jelenleg az önkormányzat kezelésében irányítása alatt vannak, de az önkormányzati reform, illetve a közoktatási intézményekkel kapcsolatos reform lépések miatt
várható, hogy ezen a területen is változások lesznek, amit még mi sem tudunk, mert nem ismerjük a tervezetet. Az önkormányzati feladatellátás tartalmáról, kereteiről érdemben nem kívánjuk változtatni azokon a megszokott szabályozókon, amik eddig ezt a munkát folyásolták. Annyit azonban szeretnék megjegyezni, hogy lehet, hogy kicsit szigorúnak tűnik, de itt a napokban már mélyebben is találtam a körjegyzőségnek a munkájával és körjegyzőség munkatársának a feladatköreibe, és bizony minden azt tapasztalom, és ezt kérem, hogy fogadják el nekem, óriási terhet viselnek magukon ezek a munkatársak, óriási feladat hárul rájuk a hat önkormányzattal és a két nemzetiségi önkormányzatnak a adminisztratív irányítási, szervezési feladataival. Ugyanakkor a létszám az a minimumon van, a törvényi minimumon, ami nem veszi figyelembe a testületeknek a mennyiségét, csak azt veszi figyelembe, hogy hány ember, hány fő van ezekben a testületekben. Ha összehasonlítjuk mondjuk egy szomszédos körjegyzőséggel a feladatokat, akkor majdnem kétszerennyi létszámmal irányítanak egy körjegyzőséget, ahol három testület munkáját kell összefogni. Itt 8 testület munkáját kell összefogni, fel annyi létszámmal. Tehát megértést is kérek majd azoktól, akik gyakran be kell, hogy jöjjenek a hivatalba ügyet intézni, mert a munkatársak hatékonyságának a növelése érdekében meg kell lépnünk azokat a lépéseket, amikor viszont korlátoznunk kell a kifüggesztett és előre meghatározott szervezeti működési szabályozó meghatározott ügyfélfogadási rendre. Itt korlátozni is kívánjuk, hogy a munkatársak zavartalanul tudják azokat a háttérmunkákat elvégezni, amelyek nélkül a kirakatban lévő munkák nem fognak látszani, illetve nem lesznek hatékonyak. Ebben mindenki megértését kérem majd. Én ennyit szerettem volna elmondani, bizonyára sokan mondták, hogy jó sokat beszél. Szeretném megkérdezni, hogy bárkinek kérdése, véleménye, felvetése, javaslata van ezzel kapcsolatosan. Kérem, hogy erről a napirendi pontjából szavazzunk, amennyivel elfogadták a programterületemet és a felváltott észrevételeimet, akkor szavazzanak. Én elfogadom azt, mondja, hogy én is fogadjam el a sajátomat, elfogadom a sajátomat. Igen, hát ez triviálisnak tűnik, de akkor mégse van. És akkor 7 igennel, ellenszavazat nélkül elfogadtuk ezt a napirendi pontot. Jó. Már volt az eredeti programban is? Ja, később. Jó, igen, ezt leszoktam a bizottságban. Jó, akkor jelzőasszony javaslatára a harmadik napirendi pontra lépünk előre. Mindjárt elolvasom, miről szól. Igen, a képviselőtestület döntési jogkönyvet adódik annak eldöntése, hogy titkos vagy nyílt szavazással választjuk meg a bizottságok tagjait és az elnökeit. Nyílt vagy titkos szavazásra vonatkozó javaslat ügyrendi kérdés. Az ügyrendi javaslat elfogadása a jelenlévő tagok egyszerű többségi szavazata szükséges. Én javaslom, hogy a testület nyílt szavazásra döntsön az ügyrendi szociális és egészségügyi, kulturális és sportbizottság tagjának elnökének megválasztásáról. Ha ezzel kapcsolatosan bármi véleményetek van, hogy ne nyíltan legyen a szavazás, hanem titkos szavazás legyen, valakinek ilyen jellegű észrevétel a kérése van. Ha nincs, akkor aki egyetért ezzel a javaslattal, akkor kérem, hogy készen a részre szóltok.
tartom, hogy a szabadságpér képviselő igen szavazatával a javaslatot elfogadta. Következő napirendi pontunk a bizottság elnökeinek és tagjának megválasztásolás kitétele. Első és legfontosabb lépésünk a ügyrendi bizottság, mert ugye nélkülük nem működik semmi. A ügyrendi bizottság elnökének és tagjának megválasztása fog következni. Javaslatot teszek a ügyrendi bizottság elnökére és tagjaira. Elnökének felkérem Molnárné Horváth Gyöngyi képviselőasszony és a ügyrendi bizottság két tagjának, Árnyák Attilnáné képviselőasszony és Hetényi Tamás Péter képviselőre szeretném felkérni. Jelző asszony segít nekem, tehát ő, mivel személyesen érintettek vagytok ebben a kérdésben, én megkérdezem, hogy kívántok-e távol maradni a szavazástól, én nem javasolnám, mert akkor hamar fogunk lépni ezen a kérdésen. Képviselő asszony? Jó, hát akkor mi? Akkor ezt, mivel javaslat nem érkezett, akkor feltenném szavazásra a kérdést, hogy nyílt és együttes szavazással történjen a ügyrendi bizottságnak tagjainak a megválasztása, aki és senki nincs kizárva a szavazástól. Én nem tudom, hogy ezt elfogadja ezt a javaslatot, azt készítem, hogy is elszavazzon. Köszönöm, a hivatalos formulában én egyszerűbben, de annál egyszerűbben fogalmazok. Eljegyeztünk rá oda, hogy... Tehát a kizárásra testtel vita nélkül döntött, és megválasztott képviselő több mint megválasztott képviselők, illetve javasolt képviselőkre, akkor kérnék szépen, kell még erről szavaznom még egyszer? Húgottam, mert szívtál magasabb. Ezek nem mindennapos kérdések, és nem szeretném, hogyha olyan törvénytelenséget vagy részletkérdést kihagynám, ami a későbbiek során fontos lesz. Tehát akkor az elnök asszony személyéről kell szavaznunk. Kérem, hogy aki az ő személyét a ügyrendi bizottság elnökeként elfogadja, aztán a készenemeléssel szavazzon. Igen. Megállapítom, hogy 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúan elfogadja. Ügyrendi bizottság tagjainak, Árnyák Attilnáné és Hetényi Tamás Péter képviselőket javaslom, aki az ő személyüket elfogadja, hogy kérem, hogy készenemeléssel szavazzon. Megállapítom, hogy 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúan testület elfogadta ügyrendi bizottság személyi kérdéseit. A negyedik napirendi pontként áttérünk a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztására. Javaslom, hogy választom a Szociális Egészségügyi Bizottságot. Bizottság SMS szerint 5 tagú, amelyből 3 fő képviselő és 2 fő nem képviselőtestületi tag. A bizottság elnökének Takácsné Lengyel Valéria képviselőasszonyt javaslom. A tagok közé pedig Mózner Ferenc János és Hetény Tamás Pétert javaslom. A bizottság nem képviselőtestületi tagjainak
Farkas Józsefet és Fazekas Imre urakat javaslom megkérdezem a képviselőket, mivel személyesen érintettek a személyüket érintő döntésben, kívánnak-e a testületi döntésben szavazóként részt venni, vagy kizárjuk őket a szavazásból. Én javaslom, hogy mindenki az előbbi ügyrendi bizottsághoz hasonlóan legyen részt a szavazásban, előttünk beszélni. Akkor tehát, mivel nem látok szólásra emelkedőt, kérem, hogy akkor szavazzuk meg azt, a képviselő a bizottság megválasztandó tagjait nem zárjuk ki a szavazásból. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kérem készfelel és szavazzon. 7 fő képviselő igen szavazatával ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadtuk. Javaslom Balaton-Szentgyörgyösi önkormányzat képviselőtestülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének Takásné Lengyel Valéria képviselőasszony megválasztani, aki az ő személyével egyetért, úgy kérem, hogy készfeleléssel szavazzon. Köszönöm. 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül képviselő asszonyt a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökével megválasztottuk, gratulálok. Az előbb elfejtettem gratulálni kedves Lőnyét, szintén gratulálok a bizottsági elnökséghez. A tagokról a Szociális és Egészségügyi Bizottság képviselő és tűltagjairól is szavaznunk kell. Javaslom Mozner Ferenc Jánost és Hetényi Tamás Pétert, valamint Farkas József urat kültagként és Fazekas Imre urat kültagként a Szociális és Egészségügyi Bizottság munkájával a jövővel vegyenek részt. Kérem, hogy aki a ő személyüket támogatja, készfeleléssel szavazzon. Köszönöm szépen! A képviselőtestület a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjait ellenszavazat nélkül 7 igen szavazattal megválasztotta. Kulturális és Egészségügyi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása következik következő pontként. Jelenleg hatályos SMS szerint a Kulturális és Sportbizottság 5 tagú, ebből 2 fő nem képviselőtestületi tag. Javaslom, hogy a bizottság a továbbiakban 7 fővel működjön, ehhez módosítani kell az SMS-t. Rendelet javaslata. A rendeleti javaslat, most hadd nem olvassam fel ezt a hosszú, nem szükségem, hogy szükséges, hogy ezt elolvasom. Jó, akkor én a jegyzőasszonyra átolvázom ezt a feladatot. Tehát Balaton Fejlesztőség önkormányzat a képviselőtestülete az 5/2011 harmadik 29 önkormányzati rendeletével szabályozta a képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatát. A rendelet 84 szakaszén bekezdése helyébe az alábbi rendelkezést lépne. A képviselőtestület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében az alábbi állami bizottságokat közvetít le. Ügyrendi bizottság 3 fő, Szociális és Egészségbizottság 5 tagú, ebből 2 fő külső tag, és a változás így jönne csak egy egybekezdésre szerepel és közöljavaslatot mutatja. A Kulturális és Sportbizottság a továbbiakban 7 fő tagból áll, ebből 3 fő külső tag. Hát akkor most szünetet kell, hogy elrendeljek, mert a rendeletet ki is kell hirdetni. Képviselő azt, hogy kiszól a dobér. Jó volt. Kicsit megmozgassuk a tagjainkat, tisztelt szünet. Hát akkor a szünet letelt. Jelzik azt, hogy a megállapított rendeletet kifüggesztette. Ezzel
önbenek elfogadott és elfogadása előtt és életbe lépve. Javaslom, hogy válasszuk meg a Kulturális és Sportbizottságot. A bizottság tehát az új SMS szerint 7 nap van, melyből 4 képviselő és 3 fő nem képviselő testületi tag. A bizottság elnökének Hetényi Tamás Péter képviselő urat javaslom, tagjainak Lózner Ferenc János urat, Takásné Lengyel Valéria képviselőasszonyt és Molnárné Horváth Gyöngyi Margit képviselőasszonyt javaslom. A bizottság nem képviselő testületi tagjának Bence Beáta asszonyt, Faragó Zsolt és Tüskés Balázs urakat javaslom. A javasolt személyeket megkérem, hogy a személyeket érintő döntésről nyilatkozzanak, hogy kívánják a szavazásból kizárásukat. Nem. Tehát a szavazáson részt kívánnak venni. Erről szavazunk kell. Jó, akkor tehát a szavazásra teszem fel a kérdést. Amennyiben a előterjesztés alapján elfogadjátok, hogy a javasolt képviselők a szavazásban részt vehessenek, készfelállással szavazatok. Igen. 7 igen szavazattal és ellen szavazat nélkül tartózkodás nélkül javaslat elfogadásra került. Balatonszentgyörgyösség önkormányzatának képviselőtestülete. Mit csinál? Jó, ott vagyunk egyen a végig. Balatonszentgyörgyösség önkormányzatának képviselőtestülete. Hetényi Tamás Péter a Kulturális és Sportbizottság elnökének megválasztja. Ezt javasolként felteszem a szavazásra, teszem fel a kérdést, hát aki Hetényi Tamás Péter képviselő urat a bizottság élére, Kulturális és Sportbizottság élére megválasztja, készfelállással szavazzon. 7 szavazattal áll a szavazat miatt a képviselő úr megválasztása előtt. Hetényi Tamás képviselő úr, tisztelettel üdvözöllek és köszönöm a vállalkozó bizottságjára. Javaslom a képviselőtesti tagok és a kültagok megválasztását a Kulturális és Sportbizottságba. Javaslatom tehát Mózner Ferenc János, Takácsné Lengyel Valéria, Molnárné Horváth Gyöngyi Margit képviselőasszonyok, továbbá Bence Beáta, Faragó Zsolt és Tüskés Balázs urak, aki a Kulturális és Sportbizottság tagjaként elfogadja, hogy kérem készállalással szavazzon. 7 igen szavazattal, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadtuk a javaslatot. Most következik a bizottságunk nem képviselő tagjainak az eskütétele. Itt a kültagokat kérném szépen, hogy fáradjanak ide két oldalt, hogy a kamera kényelmesen és különösségben jól tudja venni az eskütételt. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek,
és annak alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Tisztségemből eredő feladataimat, Balatonszentgyörgy település fejlődésének előmozdítása érdekében, lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen. Köszönöm szépen, megkérek mindenkit az esküvőt. Legalább egy alpolgármester a saját tagjai közül választ meg. Ez azt jelenti, hogy egy alpolgármester megválasztása kötelező. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg. Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Azon alpolgármester, akit nem a képviselőtestület tagjai közül választottak, nem tagja a képviselőtestületnek, a polgármestert a képviselőtestület elnökeként nem helyettesítheti, de a képviselőtestület ülésein tanácskozási joggal részt vesz. A nem képviselőtestület tagjai közül választott alpolgármester jogállására egyebekben a képviselőtestület tagjai közül választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A hatályos eszemet szerint két alpolgármester választására van lehetőség, akik közül az egyik a képviselőtestület tagja, és itt átadnám a polgármesterünknek a szót a továbbiakban. Alpolgármesterként Nagy Lajos képviselő urat kívánom javasolni a tisztség betöltésére. Nem képviselőtestületi tag a polgármester választás később kerül lebonyolítása, személyére jelenülésen nem kívánok javaslatot tenni. Nagy Lajos képviselő urat kérdem, a személyére vonatkozó döntésnél kérje, hogy a testület a döntésből kizárja. Nem kéri. Akkor megint szóltak. Szavaznunk kell arról, hogy a Nagy Lajos képviselőtársunk a elkövetkező szavazási procedurából nem kerül kizárásra. Kérem, hogy ezt a javaslatot elfogadjátok, akkor készfelemeléssel szavazgatok. Köszönöm. 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadtuk. Az alpolgármester megválasztási bizottság megválasztásán ismertetett rendben történik, azzal eltéréssel, hogy a hatályos eszemet szerint titkos szavazással történik, ennek lebonyolítására feltéve az utolsó bizottságot.
Felhívom a képviselőtársaim figyelmét, hogy a polgármester jelölt akkor tekinthető megválasztottnak, ha a neve mellett elhelyezett, igen oszlopban lévő körben elhelyezett jelölések száma több, mint a megválasztott képviselők számának a fele. Felkérem a jegyzőt, hogy készítse el a szavazólapokat, a szavazólapok elkészítése és a szavazás idejére ismételten szünetet rendelek el. Képviselői jó gyakorlásán túl a polgármestert illető hatásköröket is gyakorolhatja. Felkérem a jelenlévőket, hogy szíveskedjenek találni. Én Nagy Lajos. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom. És másokkal is megtartatom. Alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. A Balaton-Szentgyőr település fejlődésének elgózítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten meg tud segíteni. Köszönöm szépen. Mielőtt folytatnám egy napirenden kívüli rövidke hozzászólást szeretnék tenni. Mindenki előtt ismert, hogy Nagy Lajos alpolgármester úr 20 éven keresztül a falunknak a polgármestere volt. Nyilván ez a 20 év ez nem volt mindig gondmentes és problémamentes, nem voltak mindig kisimultak az arcok, sok-sok probléma megoldásra váró feladat hárult rá
azokkal a képviselőtestületekkel, akikkel 5 cikluson keresztül együtt kellett dolgoznia. Bizonyára sok szép és talán néhány kellemetlen emléke is van, a kellemetlenség azért kell, hogy az ember tudja a szebbet még szebbnek érté, vagy a szépet még szebbnek értékelni. Én nem szeretném ragozni ezeket a kérdéseket. A képviselőtestület, a mostani képviselőtestület nevében és az eddigi képviselőtestületek utólagos beleegyezésével az ő nevükben is szeretettel és tisztelettel megköszönöm az ő eddigi munkáját, és nagyon apró figyelmességgel szeretném a polgármester úrnak az emlékezetét segíteni, hogy majd a később ilyesmi vállalkozóval ott fogunk tényleg az igazi nyugdíjas éveit tölti, akkor, akkor az idő múlása még jobban köti a illetve távolítja a képviselőtestületi munkától, akkor jusson eszébe az a 20 esztendő is, meg az a következő időszak is még, amit velünk fog tölteni. Hogy 2014. október 12-én megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesteri választásán főállású polgármesterként indultam. A 2011 évi 189, nem gyakorlók annyira mondani számomra, hanem 189-es törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 64. paragrafus második bekezdése értelmében főállású a polgármester, a főállású polgármesterként választották meg. A polgármesteri tisztség betöltésének módját a képviselőtestület a megbízatás időtartamán belül egy esetben a polgármester egyetértésével szervezet és működési szabályzat egyidejű módosításával megváltoztathatja. A polgármesteri tisztséget a társadalmi megbízatásával kívánom betölteni továbbiakban, kérem a képviselőtestületet, hogy ezzel kapcsolatban hozza meg a határozatot egyidejűleg a hatályos szervezet és működési szabályzatát is fordítsa. Kiegészítés képen a törvény idézését, idézéséhez, illetve ez a hivatalos születhez annyit kívánok elmondani, hogy bizonyára már nem titok senki előtt, hogy az előbb említett vasútállomási projekt kivitelezése ez egy olyan hatalmas falat a falu életébe, amit semmiképpen nem lehet figyelmen kívül hagyni. Én úgy gondolom, hogy a vasúton a belső viszonyokat ismerve mindenképpen szerencsés lesz, hogyha fenntartom magamnak azt a jogot 12 évi állomás mindenki termék után meg 32 évig a Balaton személyi MÁV állomáshoz szoros szállat kötöttek, fenntartom magamnak azt a jogot, hogy ennek a építési és felújítási procedúrának a
jó gazda szemével gazdája leszek, és nem hagyom, hogy a kivitelező vállalat, aki megkezdi itt a munkáját, az trehány és lelketlen munkát végezzen. Ezért én a főállású alpolgár mesterségemet, úgymond főállású polgármesterségemet feláldozva továbbra is szeretném a mostanállomásomnak a dolgok menetét kézbe tartani. Azért is választottam magam mellé olyan erős alpolgármestert, aki a későbbiek során olyan hatékonyan tudja az én munkámat segíteni, hogy ebből a ügymenetekre vonatkozóan semmilyen hátrány ne származzon. A döntésemet ezzel indokolom, kérem, hogy akkor a polgármesterek, alpolgármesterek továbbiakban ezt a napirendi pontot levezénünk. Köszönöm szépen. Tehát arról kérdem terült, hát fogjuk a polgármester úrnak ezt a javaslatát, hogy főállás egy tisztetésként kívánja ellátni a feladatát, egyúttal ezzel az eszállást is módosítani kell, aki ezzel egyetért én szavazom. Köszönöm szépen, elváltam a testvérem, így van Gáborta a polgármester úr javaslatát, és őben tisztetésként kívánja az állatni feladatát. Pár perszínált, hogy ilyen csillag ezen a módosításra. Közülés valami is határozatképes. Tájékoztatott tiszteletdíjról. A polgármester tisztsége társadalmi megbízatásokat látja el a hatályos szabályzás szerint. Polgármester tiszteletdíjat a törvény és nem a képviselő testület határozza meg, és a polgármester tiszteletdíjának összeg nem helyi döntés ügyvénye. Hatályos jogszabály alapján társadalmi megbízatások polgármester havonta polgármester illetvénynek 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jósult, ami egész évről vagy meghatározott részéről képviselő testület az intézet, illetve a igazgatottáról lemondva. A polgármester illetvénye helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott illetvények 60%-a, most 448.726 forint lenne, hogyha főállása lenne, és így mivel tiszteletdíjasként kívánja ellátni, ezért ebben 50%-ban 224.363 forint tiszteletdíjon jósult. Szabadásra bocsátom a tisztelt képviselőtársaimnak, hogy aki egyetért azzal, hogy Kapos László polgármester úr tiszteletdíját 224.363 forintért fogva határozott meg, ezt kérjük szavazzon. Köszönöm szépen, hogy elhagytam a testek, egy hangból lefogadta a javaslatot. És 224.363 forint tiszteletdíjban fog részesülni. Következő napirendi pontunk a 9-es, a polgármester részvel költségtérítés megalapítása. Itt szintén érintett a polgármester. Javaslom egyébként a tiszteletdíjas társaimnak, hogy a következő döntéseknél minden témában járjunk hozzá ahhoz, hogy a vélemény mindig szavazhasson, ne kell különböző ezzel foglalkozni, hogy egyet értek a szavazatok felé. Köszönöm szépen, testek össze egy csapdal elfogadta. Tehát a polgármester úr nincs kizárva a szavazásból. A hatás jogszabály értelemben polgármester tiszteletdíján felül költségtérítés is megilleti, amely a tiszteletdíján 10%-ban jogolok a demotivilegési lehetőséget képviselőtestet számára a költségtérítés összegi illetően. Ellenben a polgármester ezzel kapcsolatban észrevételt szeretne tenni. Igen, tehát itt a tiszteletdíj összeg, illetve a tiszteletdíj összegének a százalékos arányában van meghatározva a költségtérítés. Én ezt a költségtérítést nem kívánom igénybe venni, tehát ennek a költségtérítésnek az összegéről le kívánok mondani teljes egészében. Hát természetesen, hogyha olyan költségeim merülnek fel, hogy gépkocsi használat, egyéb jellegű költség, szállásköltség, ezt számlálni legyen, hogy jól a kérdések. Ezt kérem. Akkor a egyetért azzal, hogy költségtérítés helyett a tételcsászlánás kezdődött életes viszont.
Köszönöm szépen, legalább társaság ezt egy hónapot elfogadta. És akkor visszadom a idővezetését, polgármester úr. Köszönöm szépen. A következő napirendi pontunk az alpolgármester tiszteletdíjának megalapítása. Azzal kapcsolatosan történt már egy szavazás, hogy személyt érintő kérdésekben akkor nem történik a további, az a kizárás mindenki részre vesz a szavazásra. A Magyar Önkormányzati Törvény 78. paragrafusa kimondja, hogy a társadalmi megbízatású polgármesteri tisztség esetén az alpolgármesteri tisztség is csak társadalmi megbízatáskor tölthető be. Tájékoztatom a képviselőket, hogy a törvény 8. paragrafus második bekezdése értelmében az alpolgármester tiszteletdíját a képviselő testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a közötti összegben állapítja meg. A polgármesternek megalapított tiszteletdíj összege 224.363 forint. Ennek a százalékos arányban megállapított mértéke tehát a törvény szerint 201.927 forint per hó. Kérem a képviselőtestület tagjait, hogy aki ezzel a törvény által meghatározott összeggel egyetért, úgy kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm. A javaslat elfogadásra került. Az alpolgármester úr költségtérítésének megállapítása. Hatályos jogszabály a korábbiakhoz hasonlóan 15%-os mértékben határozza meg a polgármester, az alpolgármester úrnak a költség jogosultságát. Ez az összeg 30.289 forint lenne. Kérem a alpolgármesternek ezzel kapcsolatos észrevételét. Köszönöm a javaslatot, de nem kívánok én ezzel lehetőséggel. Tehát az alpolgármester úr javaslata értelmében, illetve döntése értelmében nem kívánja igénybe venni a költség általányt, hanem a ténylegesen jelenkező költségeinek a megtérítését kéri. Kérem a képviselőtestület tagjait, hogy aki ezzel a döntésével egyetért, készfelemeléssel szavazzon. Köszönöm. Képviselőtestület egy hangból elfogadta a képviselő a alpolgármester úr döntését. A 12-es napi rendben a szervezet és működési szabályzatnak a módosítása, illetve a felülvizsgálata. A Magyar Önkormányzati Törvény 43 szakasz 3 bekezdése alapján a testület az alakuló, vagy az azt követő ülésén a törvény szabályai szerint megalkotja, vagy felülvizsgálja a szervezet és működési szabályzatára szóló rendeletét. Jelenleg hatályban az 5/2011 3.29 önkormányzati rendelete van. Ugye megtörtént már két módosítás a jelenleg hatályával lévő rendeletnek, az egyik ugye a bizottság, a tudás és edés korbizottság tagjainak a létszámáról, az a kapcsolatosan, illetve a változtatás történik, hogy a főállási polgármestert társadalmi megbízatásra kellett, tehát változtattak meg, kellettem arra változtatta a képviseletre. Kérem a képviselőtestület tagjait, hogy bízzanak meg azzal, hogy a következő ülésre készítsen elő a női szervezet és működési szabályzat tervezetét, hogy a polgármester úr megtárgyalás végett a testület elé tudja tárgyalni. Kérem a jegyzőszolgálattal előterjesztett témával, ki a előterjesztésre egyetért, készállva is elszabadul. Köszönöm, megállapítom, hogy egy hangból elfogadtuk a javaslatot. Megkérem a jegyzőasszonyt, hogy ezt a napirendi pontot a következőt is terjessze elő.
A magyar önkormányzati törvény 116 paragrafusok tekezése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat a gazdasági programot fejlesztési tervet a képviselőtestület alapülését követő 6 napon belül fogadja el. A meglévő gazdasági program fejlesztési terv az előző típusidőn múlva, úgy az, hogy jön a megválasztott testület az alapülését követő 6 napon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a típusidő végén kiegészíteni a módosítanak. Javasolja a polgármester úr, hogy a képviselőtestület már az alapuló ülésen adja a meghívást a gazdasági programnak az előkészítésére. Az előző képviselőtestület a megválasztását követő 6 hónapon belül határozott az önkormányzat gazdasági programjáról, amelyet a 2010-2014-es választás típus idejére határozták meg a feladatokat. Erre tekintettel az új képviselőtestületnek az alapülés követő 6 hónapon belül egy új gazdasági programot kell elmondani. Javaslom azt, illetve javasolja a polgármester úr a képviselőtestületnek, hogy a gazdasági program előkészítésére és 6 hónapon belül előterjesztésére adjon meghívást a polgármester részére. Szólásra teszem fel a kérdést, hogy aki ezzel a megbízással, képviselőtestület részéről történő megbízással egyetért, hogy kész fel a mérséget szólni. Én a továbbiakban is kérem a jegyzőasszony segítségét, itt a elég sok munkai kérdés fog a következőben előjönni. Tehát Nagyos polgármester úr felállási foglalkoztatási részében látta el korábban a teendő polgármesterként. Ugye mindenben előtt közismert, hogy ő neki a választások napjában a jogviszonyi megszűnni, de a választáson nem indult. A polgármester szabadság kiadásának rendjére vonatkozóan a polgármesternek jogállására szóló törvény mindössze a szabadság mértékét határozta meg. Ez alapján egy főállási polgármester évi 25 nap alap és 14 nap volt szabadságra jogosult. A kormányképviselőtől szóló törvény, mert ugyanis a polgármesterekre az vonatkozó főállási polgármesterekre különös rendelkezések tekintetében, a törvény 103 és 107 paragrafus rendelkezéseit, tehát alkalmazni kell rá. A hivatkozott rendelkezés értelmében a munkáltatói jogot gyakorolja a képviselőtestület a polgármester igényének megismerése után tárgyékben a február végén köteles részével szabadságolási tervet készíteni a szabadságok felmentéséről, és arról tájékoztatni a polgármestert. A szabadság kiadásának időpontját a szabadságolási terv alapján a testület határozza meg. Ez a jogszabályi rendelkezés, de itt mindjárt tudjuk, ugye, hogy közben a változás történt, mert a polgármesteri társadalmi megmutatásban látjuk a tevékenységét, tehát egy szabadságolási tendre igazából nem nagyon lesz. Ennek megfelelően az adott önkormányzati ciklus végén határozni kell arról, hogy a szabadságot ki tudták érni az elmúlt időszakban, vagy nem. Tehát Nagyvörös polgármester úr részére igazából ez évben a 39 nap szabadságból időarányosan 30 nap jár, amelyből ebben az évben nem lett ki egyetlen egy napot sem, és 2013 évből maradt 8 nap kinevett szabadságra. Tehát összesen a képviselőtestületnek a fennmaradt 38 napról kell elrendelni a szabadságnak a megváltását. A polgármester ugye személyesen érintette a képviselőtestület már a kérdéseket határozott arra, hogy a személyeket érintő kérdésekben nem zárt ki senkit a szabadság, a szolgálásból, bocsánat. Tehát tulajdonképpen most a képviselőtestületnek arról kell döntést hozni, hogy a polgármester úrnak a 2014. október 12 napjáig időarányosan jár és kimentett 30 napra, valamint a 2013 évről fennmaradt 8 napra a szabadság megváltását elrendeljük. Kérem, hogy az előterjesztés alapján szavazzunk a polgármester úr további szabadságainak a megváltásáról. Aki a javaslatra egyetért, kérem készenállással szavazzon. Igen, szavazattal a kinevett szabadságok megváltását elfogadta a testület. A
törvény kettő szakasz összekezdése alapján hármad illetményének megfelelő összegű végkielégítését illeti meg, vagy tisztségét legalább kettő évig betöltötte, és foglalkoztatási jogviszony az új polgármester megválasztásával megszűnt. Az újonnan megválasztott képviselőtestület a volt foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesternek a végkielégítésen túl további három évi juttatást adott. A juttatás feltétele, hogy a polgármesteri munkakör átadása megtörténjen a választás követő 8 hónapon belül. Ez megtörtént 2014. október 18-án rendben lezajlott az átadás. Polgármester úr olyan javaslattal áll a képviselőtestület elé, hogy a volt főállás a polgármester részére a polgármesteri törvény kettő szakasz ötletkezése szerint őt megillető három havi illetményének megfelelő összeg végkielégítésen túl további három hónap juttatást állapítsa meg a képviselőtestület. Tehát én javaslom ezt a három végkielégítés plusz végkielégítésnek a megszólalását. Nagy Lajos alpolgármester úr szólni kíván. Köszönöm szépen a javaslatot, de nem kívánok érni ezzel a lehetőséggel, ezt a hármagi plusz tiszteletet nem kívánom, a végre is nem kívánom elvenni, vagy javaslom majd, hogy közösségi célokra legyen a gondokra. Köszönöm szépen, tehát a három havi kötelező törvény által elért végkielégítésen és a szabadság megváltáson kívül az alpolgármester úr a korábbi polgármesteri ciklusának a lezárásaként más egyéb juttatást nem kíván igénybe venni. Köszönöm szépen, akkor a 15-ös. Ezt ebből szóval nem működik, kell rászokat. Tehát, hogy ami van, az törvény előírás. Igen, akkor kellene határozódó az, hogy a plusz oktatás igényben. Nem kíván még igényben. A következő napi rendi pont a társulási tanácsban történő képviselet. Balaton Szentgyörgy önkormányzat tagja a Marszai Kistérségi Többszörű Társulásnak. A törvény 94. paragrafus szerint az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a társulási tanács, a társult önkormányzatok képviselő testületei által delegált tagok alkotják, ezekre a megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek. Balaton Szentgyörgy önkormányzat a tagja a balatoni Szociális Társulásnak, a Balaton-Szentgyörgy környéki önkormányzatok társulásának és a Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulásnak is. Javaslom, hogy a továbbiakban is a polgármester személyét delegálja a képviselőtestület a társulási tanácsba, és akadályoztatás esetén az alpolgármestert delegálja. Bejelentem, hogy személyes érintettségem a tekintetben is voltam, kizárom magam, nem zárom ki, mert erről már szavaztunk. Az előterjesztés alapján, tehát szavazásra bocsátom a kérdést, hogy a társulási tanácsokban való részvételnél a polgármester személyét, akadályoztatásra esetén pedig az alpolgármester személyét delegáljuk ezeket a szervezeteket az üléseire. Kérem, amennyivel a javaslatot elfogadjátok, hogy készvállalat és sem támogassátok. Köszönöm szépen. Két igen szavazat, talán szavazat és tartózkodás nélkül elfogadva. Ezt mondanál, hogy szükségben nem vagyok otthon. Mi szeretnénk tovább folytatni, itt az egyenek között egy pár tájékoztatott közvetett információt szeretnék megosztani. Tájékoztatom a tisztelt képviselőket, az alpolgármester urat is, és a bizottságok nem képviselő tagjait is, hogy a jogszabályok értelmében vagyonnyilatkozat tételeket kötelezettek. A kötelezettségnek 30 napon belül lehet eleget tenni, a nyomtatványokat majd a lakosnépi kolléganőmtől lehet megkapni, és ezeket a kitöltött vagyonnyilatkozatokat
nyilatkozatokat az ügynemi bizottság részére el kellett adni, ami azt jelenti, hogy a polgármester, a képviselő, az alpolgármester és a bizottság nem képviselő testület tagjának, tehát a külső bizottság tagnak a vagyonnyilatkozata nyilvános, a család tagjainkének. A nyilvánosságot azt úgy kell érteni, hogy az ügynemi bizottság kezeli a vagyonnyilatkozatokat, tehát ha bárki bele kíván tekinteni, akár a területi és lakosság közül a képviselőknek, illetve hát a bizottság tagnak a vagyonnyilatkozataiba, akkor úgy kell, hogy megkérdezi a bizottságnak, és ebben a két ügynemi bizottságnak vannak a jelenlétében. Van egy betekintési napóval rögzíteni kell, hogy ki, mikor, milyen célból tekintetve megnézheti ezeket. De csak is a képtek, csak is a tisztségviselőként, a család tagjaiként nem nyilvános, azoknak kérem mindenkitől, hogy lezártóképpen, szívesképpen az ügynemi bizottság részére átadni. A kitöltési ügyiratóról a vagyonnyilatkozat csomagba vagy abban a nyugtatványban lehet majd olvasni, hogy ebben lehet ezt kitölteni. Felhívom a figyelmet a képviselőknek is és mindenkinek, hogy nyitva álló határidő elmulasztása esetén továbbiakban addig nem vehetnek majd részt a munkában, ameddig vagyonnyilatkozatokat nem adták, úgyhogy kérek mindenkit, hogy legyen szíves a határidőt tartani. A következő ilyen nyilatkozatás az összeférhetetlenséggel kapcsolatos. Tájékoztatja a képviselőtársait, hogy a hatályos jogszabályok értelmében az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenség jogot, a megválasztását meg az összeférhetetlenség jogot felelősségre számolva, valami szakon belül köteles megszünteti. Amennyiben valamiért nem lehetséges az összeférhetetlenség jog alapjára szolgáló jogviszony 30 napon belül történő megszüntetése, akkor az önkormányzati képviselő által tett és a jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által írásban megerősített lemondó nyilatkozatot az ügyrendi bizottságnak át kell adni, ebben az esetben ezt kell az összeférhetetlenség megszüntetésének tekinteni. Tudomásom szerint jelen pillanatban képviselőtestület tagjainak nincsen összeférhetetlenségével okozható tényező. De ha valaki mégis úgy érzi, hogy esetlegesen kíváncsi, hogy melyek azok az okok, azt a jogszabályra bejön hozzám, akkor majd a jogszabályi előírásokat meg tudom mutatni. A következő nagyobb falat az egy új momentum, amely most a október 12-ével lépett hatályba a Magyar Önkormányzati Törvénynek ezzel rendelkezésre, hogy az adóhatósághoz be kell jelentkezni, ami azt jelenti, hogy az önkormányzati képviselő, értve itt a polgármestert is, megválasztásra számított 30 napon belül köteles kérelmezni a felvételét az adózási rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba. Az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának tőletlen követőnek utolsó napjai köteles a testületén igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzati képviselőnek később 2014. december 31-ig köteles ezt igazolni. Felhívja továbbá a polgármester úr a figyelmet arra, hogy akinek az állammal, az önkormányzattal szemben a lehetség és jogorvosati eljárások kimerítését követően köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés készhezvételtől számított 60 napon belül részletfizetés vagy részletfizetési halasztás esetén, az azt engedélyező határozat rendelkezésének megfelelően nem rendezi, méltatlanság miatt a képviselőtestület határozatával megszünteti az önkormányzati képviselői megbízatását. Tájékoztatom még arról a képviselőtestületnek a tagjait, tehát még az érintetteket, hogy ugyanezek vonatkoznak a bizottságok külső tagjaira is, tehát őnekik is föl kell vetetni magukat ebbe a köztartozásmentes adatbázisba. Ez úgy lehetséges, hogy elmennek az okmányirodába, akinek még nincsen ügyfélkapuja, az ügyfélkaput létesít, ehhez egy működő e-mail címkkel jelző és felhasználó név, és az aktiváló linket vissza kell igazolni az e-mail címen keresztül a magyarországi honlapra, akkor ezzel megnyílik az ügyfélkapuja, és utána ki kell tölteni elektronikusan, csak elektronikusan lehet bejelentkezni.
van valami kitöltött program, valami Javas kitöltött program, amivel ezt a Common Admin nyúlatot le lehet tölteni, és azt kitöltve lehet bejelentkezni ebbe az elektronikus adatbázisba. Az ügyfélkapon keresztül fognak kapni egy értesítést a Nemzeti Adó és Vámhivataltól, hogy egyáltalán befogadták ezt a kérelmet, illetve az ügyfélkapon keresztül fogják megkapni azt az igazolást, hogy az adatbázisba fölvették önöket. Azt szeretném elmondani, hogy ennek a közszabályozásmentességnek 5 éven keresztül fel kell állni, illetve addig, amíg az illetőnek megbízatása van. Tehát bármely képviselőről, polgármesterről, alpolgármesterről, de bizottság külső tagjairól van szó, a közszabályozásmentességnek föl kell állni. Minden hónap 10-én frissíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal ezen honlapját. Hogyha rámennek most ezekre a honlapra, akkor most is látják azt, hogy adószámként szerepelnek azok az emberek, akik biztosítatásmentes adatbázisba szerepelnek. Abban az esetben, hogyha nem tudják, hogy igazolni, akkor a szankciót azt már elmondtam, hogyha valakinek az 5 év alatt biztosítatása felkezik, a Nemzeti Adó és Vámhivatal törli ebből a nyilvántartásból, és erről értesíti a képviselő testületet is, és a kormányhivatalt is. Tehát az a kérdés mindenki felé, hogy akinek esetlegesen vagy nem rendezett tartozása, vagy elmaradásai vannak, akkor legyen szívesen meg rendezni, illetve hát a továbbiakban is megpróbálni őben rendezni a köztartozásaikat. Mert az a következménye jár, hogy megszívesen meg sem elmaradt. Köszönöm szépen, hogy elmaradtam. Köszönöm szépen. Ennek a kritériumnak meg kell, hogy feleljünk. Én úgy gondolom, hogy a napirendi pontjaink végére értünk. Megkérdezek mindenkit, hogy valami észrevétel, javaslat, bejelentés esetleg is lenne. Hát most, amit az kedvéért szerint elmondom, hogy persze a kínai mondta volna, hogy jobban megértettem volna, mint így, de egy kicsit. Nekem legalábbis. De hát hogy erre nekünk nem olyan kézenfekvőnek tűnik, de egyébként nagyon kézenfekvő az egész galbonyomóság csupán az, hogy egy elektronikus területen kell kérnünk egy igazolást az adóhatóságtól, hogy nem vagyunk sárosok sehol se, nem tartozunk senkinek se, köztartozásba természetesen. És Svájci Jankos hitelt ki, hogy az mindenkel kell magán, ugye? Itt a köztartozás az állammal szembeni tisztelet jár ahhoz, hogy az ember megadja Istennek, ami az Istené, és a királynak, ami a királyé. Ezt nekünk itt prezentálni kell, mert az állítólag és ez így is van ennyi. Nekünk kell ebben a dolgokban is példát kutatni. Én megköszönöm mindenkinek a részvételét, a hivatalos képviselőtestület ülés ezen hivatalos részén, és most a nem hivatalos része fog következni, miután ezt az ülést bezárom, bezárhatom ugye, tehát ezt az ülést bezárom, a hivatalos része fog következni. Szeretnék mindenkit meghívni egy pohár italra, annak örömére, hogy lezajlott ez a választási év, kisebb zökkenőktől eltekintve szerintem büszkék lehetünk arra, hogy nem volt semmi olyan, ami számunkra negatívan emlékezetes volt, és bízva abban, hogy majd 5 év múlva találkozunk újra egy hasonló képviselőtestű ülésen, és sok-sok pozitív mondó számolhatunk majd egymásnak. Természetesen azt is elvárom, hogy akik ott itt vannak, 5 év múlva is hiányzóan itt lehessünk. Köszönöm szépen, még annyit, hogy mielőtt elmegyünk az italokért, előtte én még ezt a csokorvilágot szeretném átadni a jegyzőasszonynak, azért a sok-sok munkáért, amit itt a elmúlt időszakban választásokkal kapcsolatban. Természetesen előkészítve az utat a további jó együttműködésre. Én ezzel jöttem, hogy körüljön.